Tehát sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ma szeretnék beszélni az Isten erejével kapcsolatban, ugye szeretném egyrészt folytatni ezt a tanítás sorozatot, hogy ne idegenkedjünk, bár ti nem nagyon idegenkedtek az Isten erejétől. Amen. Viszont szeretnék egy olyan dologra rávilágítani, ami... Tehát Isten erejével kapcsolatban lehet, hogy elkerüli a figyelmünket. Ugye a Márk evangéliumában olvasunk arról, az 5. fejezetben, erről majd többször lesz szó későbbiekben még, de ugye amikor a vérfolyásos asszonyról van szó, lehet, hogy mindannyiunknak az életében vannak olyan dolgok, amik megoldásra várnak, vagy évek telnek el, akár lehet ez lelki, akár más jellegű dolgok, de mindenképpen szükségünk van arra, hogy egy beavatkozás történjen az Isten részéről, és megváltoztassa azt a helyzetet. Hányan vagytok itt így? Hát mindenki. Tehát ilyen nincs, aki ne lenne igazából. De azt is látni kell, hogy az, ami el tudja végezni ezt a szabadítást, az viszont Istennek az ereje. És van, hogy Isten ereje, nem úgy van, hogy Isten ereje, Isten erejét az Isten igéje tudja közvetíteni. És úgy néz ki, minthogyha nem történt, aztán érdekes, hogyha így lépek, akkor elmegy a hang. Tehát aztán bejön az Isten ereje szinte, nézzétek meg ennél a vérfolyásos asszonynál, hogy nem esett hátra. Tehát nem volt olyan erő demonstráció, hogy most földre került, pattogott volna a földön, vagy rázkódott volna a földön, és akkor azt mondták volna az emberek, hogy hú, mekkora erő szabadult föl. Semmi ilyesmi nem volt. Istennek az ereje szinte észrevétlenül, mások számára észrevétlenül átment az asszonyba Jézusból. Ez csak Jézus érzékelte. Senki más a környezetéből, mert akkor mondták volna, hogyha Jézus ugye megfordul, és azt mondja, hogy na, ki az, aki hozzám ért? És akkor mondták volna, ő itt fekszik a földön, és egyértelmű, hogy ő ért hozzád, mert megérintett, és az Isten ereje a földre küldte. Tehát nem volt ilyen. Hanem megérintette Jézust. És hit által, a hite beindította az Isten erejét. És úgy, hogy senki nem vette észre, erről csak az asszony tudott, és csak Jézus tudott, hogy valami változás jött be. Tehát sokszor a mi erőképünk, vagy az Istennel kapcsolatban azt hiszük, hogyha nincs valami megnyilvánulás, akkor nem történik semmi. Nem? Ha meg van megnyilvánulás, nézd, megtörtént valami. De várjunk már egy kicsit, akkor hogy van az, hogy amikor látható Isten erejének a megnyilvánulása, és sokszor nem változnak emberek. És amikor meg nem látható, vagy van olyan, hogy nem látható, és mégis változnak emberek. Látjátok? Érdekes, nem? Na ennél az asszonynál senki nem látta, hogy valami hozzáért volna. De mégis történt változás. Miért? Mert az Isten ereje láthatatlanul behatolt az asszonynak a szervezetébe, testébe, méhébe, és elzárta a méhének, tehát a vérzésének a forrását, elzárta. Úgyhogy senki nem tudott erről. Csak ő, nem is az, hogy érzékelte, mert itt nem azról volt szó, hogy bejött az Isten ereje, és megérezte, hogy tudod, most megszűnt a vérzés, és minden jó lesz, hanem ő meggyőződése lett arról, hogy tudta, hogy most már jól van. Értitek? Tudta,
És még mindig nem gyógyult meg, mármint meggyógyult már, mert tudta és átvette, ez megtörtént, de a fizikai szinten ez még nem mutatkozott meg. És erre mondta az Jézus, hogy eredj el, és gyógyulj ki a te bajodból. Tehát mit jelent ez? Az, hogy Isten ereje, amikor behatol az embernek az életébe, akkor Istennek az ereje először belül hoz változást az életedbe, és arról tudsz. Tehát arról kell meggyőződve lenned, amikor találkozol az Istennek az erejével. Azt mondta itt, ugye itt a Márk evangéliumának az 5. fejezete, azt mondja, hogy a 28. versszaktól, azt mondja, amikor Jézus felől hallott, a sokaságban hátulról kerülve érintette annak a ruháját, mert azt mondta, ha csak a ruháit érintem is, meggyógyulok. Vérének a forrása azonnal kiszáradt. És amikor itt azt mondja, hogy megérezte, akkor nem megérezte van eredetiben, hanem tudta. Tehát neked nem egy érzésre kell várnod, hanem neked belül kell tudnod, hogy mi a helyzet. Belül. Nem érezni kell. Tehát nem, ez nem érzésekről szól, hanem neked tudnod kell, hogy az megtörtént az a testedben, vagy a lelkedben, vagy a sorsodban, vagy az életedben, hogy sikerült, ott történt egy kész, ennyi volt. Ezt tudod, ez van. És akkor már nem fog zavarni a tünet, vagy a látható dolgok, akkor már nem fognak zavarni. És el is fognak tűnni. Amikor már nem zavarnak a látható dolgok, akkor fognak eltűnni. Na innen tudod meg, hogy hat az Isten igéje. Amikor zavarnak a külső körülmények, vagy a látható dolgok, vagy a tünetek zavarnak, hatással vannak rád, akkor még ők vannak felül. Amikor már belül tudod, hogy mi a helyzet, és már nem zavar a külső, vagy a tünet, vagy a testednek, lelkednek, meg minden, ahogy az életvitel, vagy valami körülmények, akkor ez azt jelenti, hogy te vagy ezek fölött. És mi, ahogy ekkor uralkodsz ezek fölött, ez Istennek az ereje, ami behatolt, mert csak isteni erőt tudja megtenni veled. Tudod, hogy benne van az Isten az életedben. És ez az erő hatni fog. Akár látod, akár nem látod, ez hatni fog. És ez az erő ki fog áradni a körülményeidre, a testedre, a pénztárcádra, a bankszámládra, a sorsodra, hogy jól alakuljon. Onnan tudod, hogy van egy jó hátszeled. Tehát innen tudod. Mert nem fog zavarni a külső körülmények. Na akkor tudod, hogy van egy belsőt. Tehát a bensődben már ott van az Istennek az ereje, és ez az erő működésbe lép a te érdekedben. Múltkor is volt valami, és akkor mondtam az Úrnak, hogy ugye benne van az igében, ugye többféle megoldás különböző dolgokra, ugye például van ilyen, hogy betegekre vetik a kezüket, vagy például én nem megyek bele az, hogy oltás, nem oltás, hát döntsd el. De mondjuk én belementem ebbe, és ugye megnyilvánulnak a tünetek, meg minden olyan dolog, ugye, hogy reagál az embernek az immunrendszere, és akkor az ember néz egy nagyot, és ott van benne. Ha halálos tiszol, meg nem árt neked. Hát mit akarsz? És vitatkoznak a keresztények, egymásnak összeugranak, oltás vagy nem oltás. Ember, nem árt meg neked. Ha halálos tiszol, nem árt meg neked. Ha kígyókat veszel föl, nem árt meg neked. Értitek? És kígyókat? Hát ott van a gyógyszereknek, ugye a kígyó, ahogy hívják, a gyógyszertáraknak, vagy a, tehát ez a jelképe világszerte. Ha kígyókat veszel föl, nem árt meg. Tehát nem a testvéreddel kell háborúzni, hogy oltás vagy nem oltás, megtartod-e a napot, vagy nem tartod meg.
meg ilyenekkel, eszel vagy nem eszel, meg mit eszel. Tehát nem egymással kell vitatkozni, hanem hinni kell, hitet kell gyakorolni. És ha halálost is szól, nem árt meg. De az biztos, hogy ezt nem csak mondani kell, hanem belül kell tudnod. Hogy kész, vége, megoldódott. Nincs miről beszélnünk. Lehet, hogy a tüneteket érzem magamon, de megoldódott. Megvan. És ekkor fog tudni hatni a hitnek az ereje az életedbe. És nézd meg, hogy itt azt mondja Istennek a beszéde, hogy azt mondja, hogy erő árad ki, 30. verszak. Azt mondja, Jézus pedig azonnal észrevette magán, hogy isteni erő árad ki belőle. Ki áradt az isteni erő? Ki jött az isteni erő Jézusból? Figyelj, nekem volt egy kérdésem ezzel kapcsolatban. Az, hogy hogy került bele az isteni erő? És mi van, hogyha beléd is tud kerülni isteni erő? Mert nem így született Jézus. Nem ezt olvassuk. Mi az az erő, ami kiárad belőle? Hogy lehet, hogy kiárad belőle az erő? Akkor az azt jelenti, hogy egyszer belement az az erő, és utána az emberek érdekében elkezdett kiáradni az az erő. És ha már isteni, és ha erről van szó, és olvassuk azt a Bibliában, hogy mi is vehetünk erőt, nem csak Jézus, hanem mi is veszünk erőt, és az az erő belülünk is ki tud áradni. De ez hogy? Nem fogalmaztatok meg ezt a kérdést? Hogy hogy? Hogy lehet ez? Na erről szeretnék ma nektek beszélni. Hogy Jézus honnan vette azt az erőt, és hogy maradt benne az az erő, ami utána segíteni tudott embereknek, ami utána például utána elkezdte szabadítani az embereket, gyógyítani az embereket, mert ember, ha te kapcsolatba kerülsz ezzel az isteni erővel, akkor a betegségeidnek annyi. Akkor búcsút inthetsz a gyógyszereknek is. Akkor a démonoktól megszabadulsz. Nem ugyanúgy fog végigmenni az életed, ahogy eddig volt. Valami meg fog változni gyökerestől, ha ezzel az erővel kapcsolatban leszel. Ez nagyon jó dolog. Egyik ilyen nem tudtam aludni, és ez csak bevillant ez. Hú, mondom, ennek utána járok. Aztán elmondom nektek. Nagyon érdekes ez. Na fiam, lehet, hogy meg fogtok lepődni, de mindjárt Lukács evangéliumához lapozzunk. Lukács evangélium a 4. fejezet. Első verszaka. Azt mondja, Jézus pedig a Szent Szellemmel telve visszatért a Jordántól. Tehát most csak eddig. Nézzétek meg Jézus életében a Szent Szellemnek a 3 megtapasztalását. Vagyis 2 úgy, hogy az első az az volt, hogy nem volt megtelve Szent Szellemmel. Soha nem olvastad előtte, hogy Jézus Krisztus meg lett volna telve Szent Szellemmel. Nem volt tele Szent Szellemmel. Biztos, hogy volt benne, mert a Szent Szellem által fogant meg. De megtelve, itt olvasunk először Jézussal kapcsolatban, amikor a vízkeressége meglett Jézusnak, és megkapta a Szent Szellem kerességet, most így mondva rászállt Istennek a szelleme, és azt olvassuk, hogy így visszatért a Jordántól, de most már a Szent Szellemnek, a Szent Szellemmel megtelve, nem az erejével, hanem megtelve. Tehát az első lépés az az, hogy meglegyünk telve. Ha szeretnénk Istennek az erejében benne lenni, akkor az első az, hogy megteljünk Szent Szellemmel. Ahogy Jézus,
megtelt Szent Szellemmel. Más az életérzésed, más minden. Egészen másképp fogsz gondolkodni, hozzáállni dolgokhoz. Például, amit az előbb elmondtam, hogy amit az asszonnyal kapcsolatban, másképp fogod látni, helyén kezeled a tüneteket, a külső körülményeket, nem testi ember leszel, hanem szellemi ember. Tehát ugyanúgy van tested, élsz, jársz, dolgozol, foglalatoskodsz, de mégis egy jó illat száll rólad, és az emberek valahogy érzik, hogy valahogy más vagy. Észreveszik a változást, a szüleid, a testvéreid, a barátaid, a munkatársaid, valahogy másképp beszélsz, más a hozzáállásod, más minden, valahogy más vagy. Na ez az, amikor meg vagy telve Szent Szellemmel. Amen? Amen. Nyugodtan ámenezhettek. Na hadd halljak egy áment. Amen. Mert inspirálólag hattok rám. Ha elmeneztek, jobban tudok beszélni. Mert ha nem elmenesz, csöndbe vagytok. Alszanak, vagy nem alszanak? Vagy értik, vagy nem értik? Vagy most mi van? Na de hát, mit olvasunk? A Szent Szellemmel telve visszajött a Jordántól. És figyelj, azt mondja, vitetett a szellemtől a pusztába. És utána nézzük a 14. verszakot, és egyszer csak azt olvassuk a 14. verszakot, most kihagyom a pusztába, hogy mi történt, majd úgyis belemegyek, csak most kihagyom, hogy nézd meg, hogy mi történik. 14. verszak, Jézus pedig visszatért a szellemnek, mondjuk együtt, erejével. Várjunk egy kicsit. Úgy ment oda, hogy Szent Szellemmel betöltekezve, teljesen ment oda, és úgy jött vissza onnan, hogy azt olvassuk, a szellemnek az erejével. Ez az az erő, és nézzük, mit mond, a szellemnek az erejével Galileába, és híre ment neki az egész környéken. Emberek, erő nélkül nincs hír. Ahol az erő van, annak, ahol nincs erő, annak nincs híre. Ez így működik. Nem tudom, hogy miért működik így, de így működik. És nézzétek meg, híre ment azonnal. Még nem is csinált szinte semmit. Már csak az, hogy visszajött erővel, már annak híre ment. Hát mi fog történni utána? Hú, vissza kell mennünk nekünk is az Isten erejéhez. Vissza kell térnünk ehhez. És nem, mondom, nem egy rossz módon karizmatikusan, tehát most úgy mondom a rossz módon, mert jó karizmatikusnak lenni, de nem egy ilyen megnyilvánulás, centrikus, meg egy ilyen nem tudom, már karizmatikus mozgalom is már kitalálja azokat a, hogy mondjam, hibákat, dolgokat, amit nem szabad, hogy mondjam, tovább vinni, hanem látni kell, hogy az Isten ereje az nem egy szórakozásból van, nem egy játszadozásból van, hanem annak haszna van. Az Isten haszonra adja a Szent Szellem, ahogy olvasjuk, a Szent Szellem megnyilvánulásai haszonra adattak. Az nem öncélú. Sajnos Magyarországon sok ember, hogy mondjam, tehát kisebbségi érzésekkel megtérnek, tehát önértékelés, rossz önértékeléssel, tehát saját magukkal is gondjuk van az embereknek, és meglátják, hogy tehát Isten erejével valamit lehet kezdeni, és egy rossz módon öncélúan elkezdik az Isten erejét, Isten erejével kapcsolatba kerülni. De ez emberek, ennek az a lényeg, hogy híre menjen, hogy mások áldást kapjanak. Hogy áldás jöjjön be az életükbe az embereknek. Jézus Krisztust ezért kente fel Isten. Ezért tanított, ezért üzött démonokat,
ezért gyógyított, hogy az emberek megismerjék, megtapasztalják az Istennek az erejét, hatalmát, hogy Isten népéhez jöjjenek, és Isten népének a részévé váljanak az emberek, hogy meg közben elkezdenek megváltozni. Hallod? Ha nincs kenet a beszéden, akkor hiába akarod, hogy megváltozzanak az emberek. Nem fognak, hát otthon is anyád mennyit szólt neked? Apád folyamatosan. Hát nem tudtak változtatni rajtad. Miért? Mert nem volt kenet a beszédükön. Csak szavak. És ettől nem változik senki. Hát de szerinted gyülekezetbe is kenet nélkül hiába mondom, hogy változ meg. Hát ugyanaz lesz, mint tinédzser korodban. Nem behúzod a kéziféket, aztán úgyis azt csinálsz, amit akarsz. De ha van kenet, ha van erő, hogyha Isten igéjével kijön az Istennek az ereje, akkor az olyan hatást tesz beléd, olyan hatást vált ki a szívedben belül, hogy azt mondod, én már akarok változni. Én szeretnék más ember lenni. Én szeretnék jobb ember lenni. Valahogy arra törekszek, hogy jól csináljam, jól legyenek a dolgok. Nem így van? Ez Isten ereje tudja elvégezni. A sima szavak, emberi szavak mit tudnak csinálni? Otthon is akkor változtál, hogyha a szavak, a szövegek után, közben, előtt volt erő is. Megmutattad az erődet. Találkoztál az apukádnak az erejével. Akkor már rögtön másképp fogadtad a szavakat. Na jó, de Isten nem akar, tehát nem fenyíteni akar, hanem ki akarja árasztani az ő erejét az életedbe. Mert valahogy váltani fog az ember belül. Tehát visszajött, visszatért a szellemnek az erejével Galileába, és híre ment neki az egész környéken. Mások mit csinálnak, tehát Jézus helyébe, vagy abba a korban, mit tudtak volna csinálni? Érted? Hogy megy híre valakinek? Hogy lesz benne a hírekbe? Ha valami nagy dolgot nem csinál, vagy extrémet, vagy valami nagyon húzóst, akkor úgyse lesz benne a hírekbe, te se leszel benne a hírekbe. De Jézus felkente Isten szelleme erővel, visszajött, és már a hírekbe benne volt. Ettől volt benne. Ilyen az Isten ereje, emberek. Na nézzük, mit csinált ezután? Mi volt ezután? Figyelj, azt mondja, ugye, hát be is jelentette ezt, de nézzük meg konkrétan. 31. verszak. Azt mondja, lement Kapernaumba, Galilea városába, tanította azokat szombatnapon. És csodálkoztak az ő tudományán, mert a beszéde hatalmas volt. Tehát ez az erőnek, az, hogy valakin rajta van az Isten ereje, az először a beszédén mutatkozik meg. Más lesz a beszéde. Nézd meg Jézusnál, amikor bejött Istennek az ereje, más lett a beszéde. És te is innen tudhatod a szádat, a nyelvedet, hogy tisztítja Isten. Hogy ha találkozol Isten erejével, az az első, hogy megtisztítja a szádat, a nyelvedet. Nem fogsz úgy beszélni, nem fogsz trágárul beszélni, szitkozódni, káromkodni. Tudod, keresztények beülnek a gyülekezetbe, végighallgatják a tanítást, hazamennek, munkahelyükhöz mennek, megy a trágár beszéd. Megy a tisztátalan beszéd. Nemi élettel kapcsolatos beszédek, és azt gondolják, senki nem látja.
Isten ereje, az, hogy találkozol az Isten erejével, az az első, hogy a nyelvedet elkezdi tisztítani. Jézusnál így nyilvánult meg elsőnek. A beszéde más volt. És rögtön az emberek felismerték. Valahogy tiszta. Ez az ember nem úgy beszél, ahogy mások beszélnek. Ez az első, hogy káromkodó szavak, szitkozódó szavak, átkozódások, tisztátalan nyelv, tisztátalan beszédek, viccek, poénok. Tehát Jézus nem úgy jött vissza, fel lett kenve Isten erejével, aztán elmondott egy sikamlos viccet Galileában. Nem. A változás a nyelvben van. A változást a nyelv mutatja. A nyelv az életnek a fája. A nyelv az egy vissza, tehát lakmuszpapír, megmutatja a szívnek a dolgait. És innen látszik, hogyha behatol Isten ereje az embernek a szívébe, akkor a nyelvét elkezdi változtatni. Elkezdi megváltoztatni. Te is innen tudod. Lehet, hogy már hanyat feküdtél a földön, lehet, hogy rázkodtál a földön, de ha a nyelved nem változott, akkor ez nem az. A nyelv az az első. A káromkodásokat búcsút kell intened. Amikor jó ideges vagy. És ilyen trágárul, mint a kocsisok. Vagy a bányász lovak, ahogy indultak. Tudod, káromkodni kellett. Úgy indultak. Már bányász élet az ilyen. Utána, amikor ébredés van, bányászok között le kellett cserélni, a velszi ébredésbe le kellett cserélni a bánya lovakat is, mert nem voltak hajlandóak dolgozni, mert meg voltak tanítva, hogy trágár szavakra indult a munka, állt a munka, és a többi, és a többi. És képzel már az az, innen lehet észrevenni az ébredést. Már meg kell változtatni a nyelvet. A szavakat meg kell változtatni. De nézd meg, azt mondja, kiállt Jézus, elment Kapernaumba, azt mondja, a városba tanított azoknak szombatnapon, csodálkoztak az emberek. Kiváltotta. Jé, mit mondasz? Mit mondasz? Mert valahogy az Isten ereje, ahogy összekapcsolódik a szavaiddal, érdeklődést vált ki emberekbe. Mi az? Mondjad el. Emlékeztek Pál apostolra is, amikor Athénban volt? Mondjad csak, mondjad, mit akarsz mondani? Fejtsd ki csak bővebben. Ez az Istennek az ereje végzi el az embernek az életében. Azt mondja, a beszéde hatalmas volt. Tehát Istennek az ereje benne volt a beszédébe, és volt egy hatalom. Tehát nem úgy, hogy elnézést, én is itt vagyok, valaki vegyen észre, vagy ötször megismétled, mire meghallják. Tehát Jézusnak nem kellett megismételni. Hatalom volt a beszédé. Megszólalt, és mindenki megállt. Hoppá, mit mond? Ez a hatalom. Amikor meg nincs hatalom az emberben, nincs erő az ember személyiségében, azt látszik, az belépsz a hivatalba, és összeesnek. Elnézést! Nem ez van. Az emberek az erő, tehát, hogy ez a Jézusnál bement a zsinagógába, megszólalt, és mindenki csöndben maradt. Mindenki nézett. Ez az Isten ereje, az, hogy a személyiségbe ott kell, hogy legyen az Isten ereje. Ember, nem csak rajtunk kell, hogy legyen az Isten ereje, az be kell, hogy jöjjön a személyiségünkbe, be kell, hogy járjon bennünket, át kell, hogy járjon, az egész személyiségünk súlyt kapjon. Súly legyen. Ez szellem, tehát ez belépsz egy atmoszférába, észreveszik, hogy beléptél. Ez a szellemi súly. Azt érzékelik. Tehát az nem kell, hogy megszólaljál, azt érzékelik. Bejött egy valami van ebben az emberben.
És ezt Isten ereje tudja, hogy bemegy, és a személyiségedet átjárja. Tárolod, a személyiséget tárolja az Istennek az erejét. És mondom, belépett, a beszéde hatalmas volt. Tekintély volt a beszédében. Nem ismételgette ötször. Én azt csak azt akartam mondani, hogy... És megszólalhatok? Nem, hanem csak az, ahogy mondta. Figyelj, azt mondja a 33. verszak, azt mondja, a zsinagógában volt egy tisztátalan szellemtől megszállt ember, aki fennhangon kiáltott. Tehát eredetiben tisztátalan szellemben volt ez az ember. Tehát egy burokként vette körbe. Tehát a démonizálásnak, vagy amikor démonok vannak egy ember életében, annak többfajta féle módja van. Van olyan, hogy a démon benne van az emberbe. De van olyan, hogy az ember van a démonban. Húha! Tehát mint egy burok. Körbeveszi az atmoszféráját, körbeveszi az embernek. És van olyan, tehát hogy benne van, és van olyan, hogy rászáll, tehát bizonyos, vagy az agyára, agyműködésére, olyan gondolatokat gerjeszt, vagy az érzelmeire, tehát olyan érzelmeket hoz létre, és a többi, és a többi. Tehát ilyen is van. Hogy nem folyamatosan benne van, hanem bele manipulál valamit, vagy a lelkében, érzelmeiben, vagy a szerveiben manipulál valamit. De emberek, akár így van, akár úgy van, ha van Istennek ereje, annak a démonnak ki kell menni belőled. Hú, olyan elcsodálkoztatok azon, hogy tudod, hogy milyen démoni dolgok. Hát ilyen, erről beszél a Biblia. Hogy van olyan, hogy tisztátalan szellemben volt. Sokat nézel tévét, bizonyos filmeket, vagy tisztátalanságokat, internetet, bekerülsz abba az atmoszférába. A démonban leszel benne. De mondom, van olyan, hogy bele megy a démon egy cselekedet, egy bűn, vagy valami következtében az emberbe. Ilyen is van. De meg lehet szabadulni, emberek. Milyen csönd van. Most ezt nem tudom, mire vélni. Már sejtem, de... De nézd meg! Amikor ott van Istennek az ereje, ott van Istennek a hatalma, ott van a Szent Szellem, akkor nézd meg, mit mond. Ezek a démonok azt mondja, hogy fennhangon, az embernek a hangján, torkán, száján keresztül érthető nyelven meg tudnak szólalni. Ahogy Péter apostolba is, amikor megnyilvánult belőle a sátán, ilyen is van, hogy arra pár pillanatra a kommunikációs szerveit átvette az ellenség. Van ilyen. És megszólalt Péter apostol. Előtte a Szent Szellem használta a nyelvét, adott egy látást a szívébe, használta a nyelvét, Isten szelleme, és megszólalt. Te vagy az Isten fia, az élő Istennek a fia. Jézus mondja, ez a Szent Szellem volt. Péter, óriási vagy. Ezt nem test és vér nyilatkoztatta ki számodra, ezt az én mennyei atyám mutatta meg neked. Péter, el volt, hú, de jó vagyok. Dicsőség az Úrnak. Megszólal rajtam keresztül Isten szelleme. Hát innentől kezdve minden, ami a csövön kifér, ami a szívemben van, mondom. És akkor mondta. Isten mentsen, Uram, hogy ez veled megtörténjen. Jézus megfordul, ránéz a tanítványokra, mindenkire, mondja neki, távozz tőlem, sátán. Azt mondja neki. És Péter meghűl, azt, ez így működik, hogy az ellenség úgy, hogy nem veszem észre, át tudja venni a kommunikációt. És az, ami előjött, az igazából semmi.
sátáni forrás volt e mögött? Hú, de durva. És észre se vette? Tuti biztos, ha észrevette volna, akkor nem szólal meg. De nézd meg, hogy itt ez a démon is megszólalt. Jézus, mi közünk hozzád? Azt mondja ez a démon. Názáreti Jézus, mi közünk van hozzád? Jöttél, hogy elveszíts? Biztos néztek az emberek. Gondolod, a többi ember a zsinagógába hallja. Hát mi ismerjük a Jákóbot. Ismerjük a Zakariást. Hát most ez hogy szólalt meg? Mit mond neki? Mi az, hogy ismerünk téged? Hát most jött ide. Mert mi az, hogy azért jöttél, hogy elveszíts? Hát mit akar ez mondani? Ismerlek téged, tudom, hogy ki vagy, az Istennek az a szentje. És azt mondja, megdorgálta őt Jézus, mondván, némulj meg, menj ki ebből az emberből. És a démon ezt a középre vetette. Bedobta középre, és azt mondja, kiment belőle, és nem ártott neki semmit. És támadt félelem mindenekben. És egymással szóltak és beszéltek, mi dolog ez, hogy nagy méltósággal és erővel parancsol a tisztátalan szellemeknek, és kimennek. Emberek, ez a csoda. Mert azok az emberek tapasztalták abban a világban, működtek démonűzők, úgymond démonűzők, De úgy, ahogyan Jézus űzte a démonokat, mindenféle praktikák voltak, okkult eszközök voltak. Ilyen dolgokkal, minden tárgyak, ez az amaz, szertartással, és ilyet még nem láttak. Ugyan, oda megy Jézus, és azt mondja, menj ki ebből az emberből. És az fogja magát, és kimegy belőle. Nem megdöbbentő? De vegyétek észre, hogy mit mondtak. Azt mondja, méltósággal és erővel. Szerinted ez az erő, ez honnan volt? Nem onnan, amiután visszajött a pusztából? Előtte nem volt ez az erő rajta. Azt olvassuk, hogy ez az erő csak azután nyilvánult meg, és mentek ki démonok, és hatott a szellemvilágra ez az erő, miután így jött vissza a pusztából. Te is tudsz hatni a láthatatlan világra. Ha ez az erő ott van benned, akkor tudsz hatni a láthatatlan világra. Azokra a dolgokra, amik alakulnak. A látható világ a láthatatlanból állt elő. És tudsz hatni a láthatatlanra, a sorsodra tudsz hatni, a jövődre. Tehát igazából az életnek a titka van benned. Olyan jövőd, olyan sorsod lehet, ha bölcs vagy, ha megnyitod a szívedet, ha befogadod az Istennek az igazságát, akkor olyan erő megy beléd, amivel egy jó sorsot, nem úgy élhető sorsot, hanem jól alakulnak a dolgaid. Ilyen tud létrejönni. Ha együtt működsz az Istennek a beszédével. Tudjátok, hány ember mondta azt, akikkel, biztos nektek is van ilyen, hogy tinédzserként hülyének nézték az embert, hogy megtért, és eltelt mennyi idő, 30 év után, kezüket összeteszik, mivel az élet vissza nem fordítható, megismételhetetlen, nem fogsz újjászületni, van egy rossz hírem. Nincs reinkarnáció, nincs újjászületés, nem ismételheted meg ezt az életet, egy van ilyen, és ha már csak egy van ilyen,
akkor azt úgy éld, úgy csináld, hogy az jól sikerüljön. Mondtam nektek múlt héten, egyszer. Ha egyszer élünk itt, akkor alakítsuk úgy ki, hogy az jól sikerüljön. Persze mi emberek úgy akarjuk, de rajtunk függetlenül vannak olyan sorsromboló erők, amelyek viszont ezt nem akarják. Ők azt mondják, ja, így szeret, ó, minden nagyon szép és nagyon jó, de mi ezt tönkre vágjuk. Az ördög, a tolvaj, az nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson emberek. És ezek az erők benne vannak ebben a világban, amiben élünk. Ez mindegyikünknek a legjobb szándékaink ellenére is. Ezek az erők tönkre akarnak tenni. És vagy te hadsz rájuk, mint ahogy Jézus bement Kapernaumba, és hatott a démonokra. Eddig ezek csöndbe voltak, meg se szólaltak. De ahogy bement, hatott démonokra, hatott gonosz angyalokra, sátánra is hatott. Hatott a gonoszra. És szabadította meg az embereket a sátán hatalmából. Ezek meg vakarták a fejüket. Mit csináljanak? Ha kinyírjuk, az a baj. Ha nem nyírjuk ki, akkor meg az a baj. Mert ha, tehát Jézus, mit olvasunk? A halál az a bűnnek a zsoldja. Jézus Krisztus, én biztos vagyok benne, nem tudott volna meghalni. Nem volt bűne. Mentes volt az eredendő bűntől. Nem volt bűne. Nem tudott volna meghalni, ha nem kerül rá a világnak a bűnei. Bármikor, nézzétek meg, hát hányszor akarták megkövezni Jézust? Fogta, láthatatlanná vált. Ennyi volt. Názáretbe le akarták lökni, hogy megöljék. Mit csinált? Láthatatlan lett, átment közöttük. Fognám magam, itt átsétálnék közöttetek. És így megnézzétek, hová tűnt. Hát ilyeneket megcsinált Jézus. Nem volt vallásos figura. És többször csinálta ezt. Nem tudták volna megölni se. Hát amikor jöttek elkapni a Getsemáné kertbe, kit kerestek? A názáreti Jézust. Én vagyok. Abban a pillanatban. Istennek az ereje kiáradt a szavaival. És nem tudták elkapni. Mindenki hanyat vágódott. Tudod, miért tudták elkapni Jézust? Mert ő megengedte. Nem szólalt meg, csak csöndben maradt. Ennyit kellett csinálnia. Mert ha megszólalt volna, ezek belehaltak volna. Meg, érted, ezt szórakoztak volna 90 éven keresztül is. Felkelnek, elkapják. Megint megszólal, én vagyok, megint puf. Megint vissza, és ezzel ment volna el az életidejük. Jézus megengedte, hogy elfogják. De az Isten ereje, látjátok, akkor is ott volt. Csak megszólalt. Csak kimondta az Istennek a nevét, amit Isten a Mózesnek mondott a csipke bokornál. És azt mondja, én vagyok. Kész. Ilyen az Istennek az ereje. Ilyen az, amikor Isten ereje behatol az embereknek az életébe. És látod, hogyha ez így működik, figyelj, ha ez így működik az ellenségein, a fizikai testén az ellenségeinek, akik el akarták kapni, akkor nekünk az Isten ereje milyen pozitív változásokat ér el az életünkben, amikor mi pedig az ő közelébe tartozunk, barátai, testvérei, emberei vagyunk, nem? Hát akkor mennyivel inkább? Csak szólj, Uram! Mondj egy szót! Egy szót mondjál, és változások vannak az ember életében. Mert Jézus Krisztus nem változott meg, ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.
Na de figyelj, menjünk csak egy kicsivel tovább, mert még csak a bevezetés, és nem akarok itt megállni. Azt mondja, jön a Péter anyósáikhoz, és nézzek, hogy rögtön utána van ez az egész. Tehát Lukács 4-ben azt olvasott, hogy elment a Szent Szellemmel telve, visszajött a Szellem erejével, Isten erejével, tanított, prédikált, megnyilvánult szabadítókenet az Isten ereje által. Erre elmegy a Péter házába, és ott viszont azt olvassuk, hogy nagy hideglelésben feküdt, ugye lázban a Péternek az anyósa, és könyörögtek neki. 39. verszak, Jézus mellé állt, csak így egyszerűen megdorgálta a hideglelést. Na csináld meg ezt. Legközelebb lázas leszel, és dorgáld meg. Azt mondja, megdorgálta, így kell bánni a lázzal. Nem rögtön lázcsillapító. Persze azt is, nem mondta senki, hogy ne használj, ha már van ilyen lehetőség, akkor miért ne? De nézd meg, hogyha viszont szeretnéd, hogy Isten ereje is munkálkodjon, használjon, meg te is kimond, akkor dorgáld meg. Amen. És nézd meg, mit csinált. Megdorgálta, és azt mondja, hogy elhagyta őt. Elment. Kész. Elhagyta. És azonnal felkelvén szolgált nekik. Figyelj, a nap lementével pedig mindenkinek, akinek különféle betegeik voltak, különféle, és sokféle, nem ír le minden betegség fajtát a Biblia. Itt azt mondja, sokféle fajta, különféle fajta betegségekben voltak ezek az emberek, és azt mondja, hogy ő hozzá vitték azokat, ő pedig mindegyikőjükre rátette a kezeit, és meggyógyította őket. Sokakból pedig démonok is mentek ki, kiáltoztak, és mondták, te vagy a Krisztus, az Isten fia, de ő megdorgálván nem engedte őket szólni, mivel hogy tudták, hogy ő a Krisztus. Miről van itt szó? Hogy Isten ereje nem csak a tanításban, nem csak a démonűzésben, hanem a betegségekből való gyógyulásba és szabadulásba is benne van. Amen. És ha ez figyeld, ez jól fog jönni az életedbe. Van egy bizonyos kor, ami fölött, ez már harc. Van egy bizonyos kor, amikor kénytelen leszel ezt csinálni, azért, mert ha nem csinálod, akkor elvisz a betegség. És most, amíg fiatal vagy, addig tanuld meg az Isten erejének a titkát, hogy hogyan működik, hogy amikor benne leszel, ami minden ember belekerül, minden ember, nem vagyunk kivételek, és akkor belekerülünk ilyen helyzetekbe, akkor tudod, hogy mit kell csinálnod, és tudod, hogy hogy működik az Istennek az ereje, és hogyan megy ki a betegség belőled. Amen. 20 évesen könnyű szórakozni. 30 évesen egy kicsivel. 40 évesen, 50 évesen fennmaradni éjfélig szilveszterkor. Már hitharc. Másképp működik. De amikor eljön az az idő, akkor tudod, hogyha másképp működne, akkor mit akarsz, és hogyan használod az Istennek a beszédéből azokat a tanácsokat, bölcsességeket, gyakorlatokat, amikor belekerülsz abba, akkor ne az legyen, jaj, doktor úr, nem tudok semmit. Ne ijesszenek meg az orvosi jelentések. Ne, kívánom, hogy ne azt halljad. Mit? SMS? Mit? Ja, az első olvasat.
Ja. Ne csináld már. Látod? Ez most nem tudom. Ez a hitnek a magas fokú működése. De hát addig ki kell, hogy alakuljon, hogy most kinek a szava nagyobb? Az Istennek a szava, vagy az orvosoknak az írása szavai? Mert ott tekintély van. Összehúzza a szemét, van egy rossz hírem. Szerintem össze, hogy hívják, hogy a magát az ember. És ember, ha Isten ereje benned van, doktor úr, ez harc, de nem adom fel. Én vagyok a győztes. Nézzünk csak egy pillanatra, és ezért kell hitről beszélni, ezért kell Isten erejéről beszélni. Mert mindenkinek az életébe eljönnek a harcos idők, és fiatalként arra kell figyelni, nehogy elkábítozd az életedet, vagy elidd az eszedet, vagy ilyen dolgok, tudod, amikor az ember mindenbe belemegy, mert jönnek olyan napok. Hát beszéltem olyan emberrel, 60-valahány éves, sajnos elköltözött. Ő mondta nekem, Georgis, én magam visszaüt a testem. Mindent, amit beletettem az elmúlt években, nemhogy elmúlt években, tinédzserkor óta, ivások, ez az amaz, minden volt, visszaadja. 60 évesen már kezdi visszaadni mindazt, amit beletettél 20 évesen, 10 évesen, 20 évesen, az adja vissza. Úgyhogy legyél bölcs, és ne, még szükséged van az életerődre, mert ugye a fiatalok 20 évesen az élet erejét, tehát a különböző fesztiválozással, meg az ehhez tartozó életmóddal, ugye az élet erejét szívják ki a fizikai testüknek. És mire ott vannak, mondjuk mostanában ez már lejjebb ment a 60 évestől, most már 40 éves roncsokat látsz. Hallod? Most már nem 60-70 éves roncsok vannak. Most már 40 éves roncsok vannak. Kiégtek 40 évesen. Hát ember, a Mózesnél 80 évesen jött a szolgálat. Az nem úgy volt, hogy kiégett. Most már 40 évesen úgy kiégnek az emberek. Jézusnál mondták, még 40-50 se vagy, de ott csinálta a dolgokat. Akkoriban, az akkori társadalmakban ilyen 40-50 körül foglalhattad el a társadalmi pozíciókat. Már a 40-50 éves korukban az emberekkel már nem tudsz mit kezdeni. Mert már tönkre vágták magukat 20 évesen. És mondta nekem, azt mondja, figyelj, a testem most adja vissza. Na, ne mondj már ezt. Azt mondja, de. Mondom, nagyon durva. És tudod, hogy miért durvák a kórházak? Megmondom neked, hogy miért. Mert eldugják a beteg embereket, és nem látod, hogy minek mi a következménye. Legalább régebben, amikor ott szenvedtek az emberek a családi házakba, most bocs, hogy így mondom, vagy ott voltak betegek, szenvedtek, és a hozzátartozóik látták, hogy húha, ez így működik? A Jóska bácsi az ennyit iszik? És ez a következménye? Hogy úgy hal meg, mint egy... És hátha a gyerekek tanultak, hogy ilyenben nem szabad belemenni. Mert úgy fogok járni, mint a Jóska bácsi. De ma ezt nem látod. Ma lelkészek mennek be a kórházakba, és megdöbbentő az, amikor múltkor benn voltam, és tudod, mi volt a megdöbbentő? Hogy haláluk előtt az emberek pelenkában fekszenek, rácsos ágyban, 60 év fölötti emberek. És az ember tehát megrázkódik a lelke, hogy így jövünk a világra, hogy pelenkásan fekszünk a megszületésünkkor,
És ezt kell látni, hogy időskorban pedig pelenkával fekszik a rácsos ágyba, a kórházba. Nincs rajta semmi, és akkor váltogatják a pelenkát, amikor akarják a nővérek. Vagy amikor idejük van, bocs, mert ugye sajnos annyi beteg van a kórházban, hogy nem tudják normálisan ellátni. Tehát az emberi méltóságban meg vannak roppanva az emberek. És tudod, ezt eldugják, ezt nem látod, ezt látják az egészségügybe dolgozók, látják a lelkészek, egy-két hozzátartozó, de ezt nem tudják a fiatalok, hogyha iszunk, kábítószerezünk, ezt csinálunk, azt csinálunk, mi lesz a következménye 50-60 év múlva? És az ember bemegy, és kell egy-két nap pihenés, hogy a lelke helyre jöjjön az embernek, hogy mit lát. Tehát megdöbbentőek ezek a dolgok. De most már nem is tudom, hogy jöttem ide. Tehát Isten erejére szükségünk van. És ha elrontottunk dolgokat, valahogy állítsa helyre az életünkbe az Úr, így még a fizikai testünket is. Erősítse meg és újítsa meg, hogy ne annak a következményei menjenek végig, hanem úgy, mint Sárának az életébe, találkozott Istennel, aztán még 90 évesen is megújította a fiatalságát. Na, a János apostolnak az első levelében, ez még csak egy megjegyzést szeretnék itt tenni, az 5. fejezetnek azt mondja itt Istennek az igéje, hogy azt mondja a 4. verszak, mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot. Kérdezem tőled, te az Istentől születtél? Ki született itt közülünk az Istentől? Hát, dicsőség az Úrnak. Aki még nem, annak azt kívánom, hogy megtapasztalja ezt. De figyelj, mit mond. Aki az Istentől született, figyelj, mit csinál? Legyőzi a világot. Hallod? Te legyőzöd a világot. Miért? Mert azt mondja, mert az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Hogy az a hit, ami benned van, az múlt időben van, már legyőzte a világot. A világot már legyőzte a mi hitünk. Miért? Mert a mi hitünk az nem a miénké, hanem Jézustól kaptuk. Mi az ő hitét kaptuk. Hát nézd meg, amikor... Nehogy azt hitt, hogy magadtól van hited. Hallod? Mert sok keresztény 10-20-30 év után azt hiszi, ez így természetes. Dehogy is, az, hogy te hiszel, az kaptad. Az a Jézustól kaptad a hitet. Azt mondja Isten igéje, hogy az Úr kiosztotta mindenkinek a hitnek a mértékét. Erre most azt hiszi valaki, tudod, hogy jaj, akkor valaki, a jobb keresztények több hitet kaptak, a nem jó keresztények kisebb hitet kaptak, azért küszködnek, azért dolgoznak. Nem, emberek, mindenkinek ugyanakkor a hitet osztott ki Isten. A Róma levél 12. fejezet, ugyanazt az adagot kaptad meg te is, mint én. Hallod? Mindenki ugyanazt az adagot kapta meg. Nem kaptál te többet, kevesebbet, én se kaptam többet. Ugyanaz. Aztán utána, ki mit kezd ezzel, amit kapott, az fogja a hitének a működtetését, hogy mit fog tapasztalni. De mindenki ugyanazt kapta. A pásztorok is, gyülekezetvezetők, szolgálati ajándékok, ugyanazt a hitet kapták meg, mint mindenki más. Nem nagyon. Vagy elgondolkodtatok most, hogy is van? Na hát látod? Egészen másképp látnád magadat. Jé, hát nekem ugyanolyan hitem van, mint neki. Hát akkor én is meg tudom ezt csinálni. Akkor nem kell folytonosan imád kérnem. Én is tudok imádkozni. Nem?
Mindenkinek ugyanazt az adagot adta ki Isten. Ez az ő hite, amit mi kaptunk meg. És erre mondta az János apostol, hogy az a győzelem, amely legyőzte a világot, az a mi hitünk. Az a te hited, az az én hitem, az a mi hitünk. Ez már legyőzte a világot. Jézus Krisztusban ez a hit már működőképes lett és legyőzött, legyőzte a világot. És az, ami a világban van, akkor kérdezem tőled, a betegség a világban van? A problémák itt vannak a világban? Hallod? Van olyan hited, ami legyőzte ezt a világot. Hallod? Már most van benned olyan, ami már legyőzte azt a dolgot, amivel te szembe küszködsz, szembe harcolsz, szembe állsz azzal a problémával. Van benned valami, ami már legyőzte azt a dolgot. Hadd halljak egy áment. Köszi. Ez csak buzdításképpen mondtam nektek. Tehát nem az, hogy valakit néz, ő milyen ember. Ember, te is használod azt a hitet, amit kaptál, ugyanaz lesz. Ugyanaz fog működni. Én is úgy kezdtem, amikor megtértem, ima. Tehát az, hogy beteg, ember támadta valami betegség, fejfájás, láz, rögtön Jézus nevében. És addig, ezt nem sikerült, nehogy azt hidd. Nehogy azt hidd, hogy csoda gyerek az ember, hogy hoppá, minden így működik. Nem. Ki kell harcolni. Ki kell érlelni. Nem fog sikerülni. Aztán kérdezik, miért nem sikerült? A gyengébek abba hagyják. Azt mondják, ez nem megy. Dehogy nem megy, csak ki kell tartanod. Ha nem megy ötször, megy 10. Ha nem 10, akkor 20. Ha nem 20, akkor 100-szor. De akkor is fogom csinálni. Amen. És ha egyszer bejön 100-ból, következőleg már 90-ből fog bejönni. És egyre jobban mennek le az arányok. A végén 50-ből egyszer, utána 10-ből egyszer, utána azt fogod látni 5-ből egyszer, hát ez már kezd működni. De ki kell tartanod. Ez így működik csak. Na de visszatérve Lukács evangéliumához. És itt van az a titok, az Isten erejének a titka, hogy tud raktároznodni, és tudom, hogy ezt már hallottátok, és ezt össze fogom kötni a kísértéssel és a próbával, de én más szempontból szeretném összekötni nektek. És nem azért, hogy valami újat mondjak, hanem azért, hogy meglásd, hogy az Istennek az ereje mitől marad ott az emberen, és mitől működik. Mert nézzétek meg a három kísértése Jézusnak, ha belegondolsz abba, azt mondja, nézd meg a Lukács evangélium 4-ben. Azt mondja először az ige. Nem evett semmit azokban a napokban, de mikor azok elmúltak, végre megéhezett. És mondta neki az ördög, ha Isten fia vagy, mondd-e kőnek, hogy változ... Mert figyelj, amikor ez megtörtént, akkor Jézus a Szent Szellemmel telve ment oda, de nem volt rajta erő. Nem volt Istennek az ereje. Amikor a vérfolyásos asszony oda ment, megfogta, akkor ment az erő Jézusból. De ekkor még nem volt ott az erő. Tehát valami, ez a három dolog, ami itt történt, ezt a hármat kell kezelni nekünk is, ahhoz, és most nem arról szeretnék beszélni, hogy szemkívánsága, testkívánsága és a többi, hanem ezt a három dolgot kell nekünk is kezelni ahhoz, hogy az Istennek az ereje működjön az életünkbe. És nézzétek meg az elsőt. Azt mondja, mondd neki az ördög, ha Isten fia vagy, mondd kőnek, hogy változzon kenyéré. Második verszak. Felvitte őt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatta neki a föld minden országait, egy szempillantásban. Mondd neki az ördög, neked adom mindezt a hatalmat, ezeknek a dicsőségét, mert nekem adatot, és annak adom, akinek akarom.
Ez volt a második. Harmadik, kilencedik verszak. Azután Jeruzsálembe vitte őt a templom ormára állítva, mondta neki, ha Isten fia vagy, vesd alá magad innen. Ez a három volt. Figyeljetek ide, mire irányul ez a három? Első. Azt mondja, és ha ebbe a háromba mi is megállunk, az Isten ereje ott fog működni az életünkben. De elment az idő, és most be kell fejezni. Na jó, ez egy prédikátori fogás volt. Tehát az első. Nézzétek meg, hogy az első a jogos szükségekre irányul. Tehát az első próbatétel az ott kezdődik, hogy amikor szükségeid vannak, és jogosak a szükségeid, mihez kezdesz ebben a helyzetben? Ez az első. Második, ugye amikor megmutatta neki az országok, a világonak a országait, hatalmát, dicsőségét, akkor nézd meg a második, az a hatalom és a pénzhez való hozzáállás. Tehát a földi javakhoz való belső hozzáállásodról szól. Ez a második. A harmadik pedig azt mondja, hogy vesd le magad innen. Miért? Mert ugye ott a templomhegyen sok ember volt akkoriban is, és látták volna, hogy miket tud Jézus. Tehát a harmadik az önmagadhoz, tehát a önmagadat hogy látod. Tehát a megfelelően látod-e magadat, vagy például önfelmagasztalás, vagy olyan pozícióba helyezed magad, úgy látod magad, aki nem vagy. Ez a három dolog, hogy a szükségeinkhez hogy állunk hozzá, mi jön ki belőlünk akkor, amikor szükségekben vagyunk, a második, mi jön ki akkor belőlünk, amikor anyagi javakhoz férhetünk hozzá, tehát lophatunk, csalhatunk, mindent csinálhatunk, hogy azok a javak hozzánk jussanak, és a harmadik az, hogy kik vagyunk mi. Alázatosan tudjuk-e látni magunkat, vagy pedig plusz teszünk bele a személyiségünkbe, és úgy értelmezzük magunkat, hogy mi többek vagyunk annál, mint akik valójában igazából vagyunk, de mi többet tulajdonítunk magunknak, amik vagyunk. Ez a három dolog az, ami hát hogy mondjam, az Isten erejével való kapcsolatot megmutatja az életünkben. Első, nézzétek meg, csak egy pár példát hadd mondjak nektek. Első esetben szükségek vannak a földi életben? Sajnos vannak. Találkozunk szükségekkel? Találkozunk. Vannak szükségeink? Jogos szükségeink vannak? Vannak. De hogy reagálunk ezekben a szükségekben? Értitek? Tehát, hogy mi hogyan viszonyulunk ebbe? Emberek, ezért volt szükséges, hogy Isten Izrael fiait a pusztába vezesse. Mert ott valóban szükségek léptek föl. És ott a szükségekben, nézzétek meg, hogy ahogy hozzáálltak Izrael fiai ezekhez a szükségekhez, így vagy elbuktak, vagy elfoglalhatták az ígéreteket. Tehát amikor fellépnek szükségek az életedben, ahogy reagálsz ezekre, az fogja meghatározni következőleg, hogy hogy részesedsz Istennek az erejéből, Istennek az áldásaiból, ígéreteiből, ebből mit tapasztalsz meg. Ez sajnos. Nézd meg még a szükségekhez való hozzáállásokat a 2 Mózes 15-től, hadd olvassam fel nektek. Itt elindultak a zúgolódások Izrael fiainál, mert ez hozza a szükség. Zúgolódás. Ez miért nem így van? Miért nem adja meg nekem Isten? Miért nem történik meg már velem? Miért ez van, miért az van, miért kell csalódnom Istenbe, miért kell csalódnom az emberekbe? Zugulódások vannak.
az embernek az életében. És nézd meg, az 2 Mózes 15-ben, ugye itt azt mondja Isten igéje, hogy Márába mentek Izrael fiai, és ugye ismeritek ezt a történetet, amikor szomjasak voltak, és az első táborhelyen keserű vizet találtak, 22. versszaktól. Ennek utána elindította Mózes az Izraelt a Veres-tengertől, mentek a Súr puszta felé, 3 napig mentek a pusztában, és nem találtak vizet. Eljutottak Márába, de nem ihatták a vizet Márában, mivel hogy keserű volt. Azért is nevezték a nevét Márának. Zugolódott a nép Mózes ellen. Mit igyunk? Mózes kiáltott az Úrnak, és egy fát mutatott, és ugye csodát tett Isten. Nézd meg az első zugolódás, csalódás. Tehát csalódások miatt történt. Vigyázzál a szükségek idejében, hogy ne csalódjál. Ne add át a szívedet a csalódásnak. Ne add át az életedet a keserűségnek. Ne engedj ezeknek az erőknek. Jézus Krisztus nem engedett ennek. Jézus nem kezdett el zugolódni, amikor az ördög ráirányította a figyelmet a kövekre. Nem engedte meg az ördögnek. Volt egy helyes hozzáállása. Jó, ha ezen átmegyünk, át kell mennünk. Nézd meg, Jób, hogy állt hozzá, amikor a felesége jött. Azt mondja, asszony, ha jót elvettük Istentől, a rosszat ne vennénk el. Nem Isten adja a rosszat, ne értsd félre, de ha már ilyen történik, vagy amikor Péter apostoliknál is azt mondja Jézus, hogy az ördög kikért magának, hogy megrostáljon titeket. Van ilyen időszak az ember életében. De akkor ne keseredj el, ne csalódjál. Vesd ki a csalódást az életedből. Vesd ki a keserűségeket az életedből. A próbákba, ha átmész, akkor győztes leszel, ha sikeres leszel. Jobbnak a megpróbáltatását láttátok. Dupla annyi lett mindenből az életébe. Tehát ne engedjetek a szükségeknek, hogy csalódást okozzanak bennetek, keserűségeket okozzanak bennetek, hogy csalódjatok Istenben, emberekben, ezt ne engedjétek meg, mert Isten ereje nem fog munkálkodni. Annyi lesz Isten ereje maximum, padló fölkesz, és ahogy fölkesz, az erő is elillan, felszáll az emberből, és ennyi volt. Nem csinálja meg. Nézd meg ez az asszony, a vérfolyásos asszony, akire ráragadt Isten ereje. Nézd meg, hogy ez az asszony, ez még 12 év után is ott volt benne a remény, ott volt benne a hit, ott volt benne a kitartás, a küzdés, a harci szellem, hogy akkor is le fogja győzni ezt. Akár miért van ez, hogy 12 éve ott van ez a betegség. Tehát az első az az, hogy ne adj helyet a csalódásnak, a keserűségnek az életedben. Nézd meg a következő. A második zugolódás a 16. fejezetben volt, csak gyorsan akarok beszélni, és azt mondja, az első versszaktól. Elindultak Elimből, és érkeztek Izrael fiai egész gyülekezete a Szín pusztájába, mely Elim között és a Sinai között volt. A második hónap 15. napján Egyiptom földjéről való kijövetelük után. Figyelj, második versszak. Zugolódtak Izrael fiainak egész gyülekezete Mózes és Áron ellen a pusztában, és mondták nekik, Izrael fiai, bár meghaltunk volna az Úr keze által Egyiptom földjén, mikor húsos fazék mellett ültünk, mikor jól lakhattunk volna kenyérrel, mert azért hoztatok ki minket ebbe a pusztába, hogy a sokaságot éhséggel öljétek meg. Nézzétek meg, mi a második? A zugolódásnak a következménye? Azt nézd meg, hogy ők vissza akartak menni Egyiptomba. Hogy rosszul emlékeztek a szükségek, megszépítik a múltat. A rossz múltat.
És nézd meg azt, hogy ezek az emberek oda akartak visszamenni, ahol rabszolgák voltak. Ahol azt mondja Isten igéje, hogy kihoztalak titeket Egyiptom kohójából. Az egy rabszolga munka volt. Gyilkolták a gyerekeiket, csecsemőiket gyilkolták. És ezek azt mondják, de bár csak visszamennénk Egyiptomba. Tehát vigyázni kell, hogy első, a szükségnek az első, tehát amikor először van, az ember ne csalódjon, ne keseredjen meg, de a másodiknál át kell gondolni, tehát miken gondolkodsz. Ez is kipróbálódik a szükségek idejében. Mi megy át az agyadon, milyen döntések születnek, mit akarsz, meg ilyen dolgok játszódnak le az emberekbe. De ki kell tartanod, nem szabad a szükségekre rossz módon válaszolnod. Nekünk is feleségemmel, tehát nem is tudom hány évig, 10-20 éven keresztül csak azt láttuk, szükségből szükségbe, szükség, szükség, szükség. De ilyen másod, nektek is biztos, hogy van az életetekben. De emberek, ezeken tudod, hogy kell átmenni? Hogy látod a jövőt? Nem Egyiptomot látod, nem azt mondod, hogy visszamegyünk a világba, és akkor csináljuk azt. Igaz, hogy egy kicsit rossz volt, de azért milyen finomak voltak a hagymák, az uborkák, meg mindenféle dolgok. Nem, hanem kitartasz, és látod azt, hogy jó fog jönni, befogunk egy napon, eljutunk az ígéret földjére. Akár mi megyünk is keresztül, az ígéret földjén fog egyszer állni a lábunk. És ez nem mi számoljuk ki, nem az van, hogy adok az Úrnak 5 napot, vagy 5 évet, vagy 5 hónapot, hogy ez megtörténjen. Az ő időzítése szerint menjen. És ahogy az ő időzítése megy, úgy fogunk. Amikor mi adjuk az időzítést az Úrnak, akkor csalódunk. Amikor mi gondoljuk azt, hogy majd ekkora, meg ekkora az Úr megcsinálja, akkor csalódunk, megkeseredünk. Hagyjuk meg neki. Mi harcoljuk meg azokat a harcokat, amik ebben az időszakban vannak az életünkben. Mi ekkor tartsunk ki, és a szemünket megtartsuk a jövőnkön, hogy majd a jövőben meg fog történni. A maga idejében meg lesz az. És csak addig maradjunk épek, normálisak, egészségesek, mentálisan, fizikálisan, minden szempontból. És akkor meg fog valósulni. Isten nem hiába adta az ígéreteit. Azt olvasjuk, hogy Isten nem ember, hogy hazudjon. Ha ad ígéretet, azt meg is fogja cselekedni. De azt nem mondta, hogy mikor. Azt mi gondoljuk csak, hogy mikor. Mi mindig úgy szeretnénk csinálni, hogy minél hamarabb. Mert nem szeretnénk a rosszba benne lenni. Nem szeretnénk átmenni dolgokon. Meg elég volt az, amin átmentünk eddig. Isten meg úgy mondja, hogy még húzzuk egy kicsit, mert ahogy mész át ebben, nem esedsz. Jobb, a jellemed változik. Ha jól csinálod, ha nem zugolodsz, akkor a jellemed változik. Fejlődik a jellemed. Személyiségedbe változások vannak. Ez így működik. És benne tart. Van, hogy Isten tart benne a próbában. Van ilyen is. Megengedi. És ha megengedi, mi kik vagyunk? Ha ő azt mondja, hogy ő ismeri a formáltatásunkat, nem azt olvasod? Az, hogy hogyan formál bennünket, ő tudja mindannyiunkról külön-külön, mint a juhait ismer bennünket. Na, itt van egy zsivány, itt van egy tudjátok, és akkor tudja, hogy formál bennünket. Hogy miken kell keresztül menni, hogy mégis az hozza ki a végén, amit, ahogy látni akar bennünket. Jó, nem? És szereti a zsiványjuhokat is. És a harmadik, a 17. fejezetben van. Ugye itt megint egy próba van, és 17. fejezet első verszak. Elindultak Izrael fiainak egész gyülekezete a Szín pusztájából, az Úr rendeléséhez képest, az ő útjuk rendje szerint,
tábort ütöttek Refidimben, de a népnek nem volt innivaló vize megint. És azt mondja, versengett, tehát vitatkozott a nép Mózessel, mondták, adjatok nekünk vizet, hogy igyunk. És mondta nekik Mózes, miért vitatkoztok velem? Miért kísértitek az Urat? És szomjúzott ott a nép a vízre, zugolódott a nép Mózes ellen, és mondta, miért hoztál ki minket Egyiptomból, hogy szomjúsággal ölj meg minket, gyermekeinket és barmainkat? Hát szóval ez a harmadik zugolódás, itt a Meriba, Massa és Meriba vizei. Itt a zugolódás, tehát a szükségnek az idején, nézzétek meg ezt a harmadikat, hogy Isten megígérte nekik, hogy gondoskodni fog róluk. És a szükségekben, amikor nem azt tapasztalják, akkor a bizalom és a hitnek, tehát a szükségekben, ez kell, hogy megmutatkozzon a mi életünkben. Tehát nem a csalódás, nem a keserűség, hanem az, hogy bízunk az Úrban, hogy annak ellenére, hogy átmegyünk ilyen helyzeten, annak ellenére, hogy jogos csak mondjuk a szükségeink, ennek ellenére is kitartunk az Úr mellett, és mi hisszük, hogy a maga idejében, és bízunk az Úrban, hogy a maga idejében ő ezt meg fogja cselekedni. Na ez a lényege a szükségekbe, és ez az első próbának a lényege, hogy az ember a szükségekben kitartson, ne romoljon meg, ne zugolódjon, ne legyen lázadó ember, ne váljon alkalmatlanná az Úrral való közösségben az ember. Csak azért, mert rá tudja irányítani, de hát ez a szükségem. Hát miért azt mondod, hogy nem lehet nekem, hogyha én szeretném ezt a dolgot? De, lehet. De megadja Isten. A maga idejében. És amíg ez nem történik meg, és jogos a szükség, akkor is ki kell várni az idejét. És az ember ettől nem esedik, a személyisége. Mert ez valahogy ilyen időkben, ha így viszonyulsz hozzá a szükségekhez, akkor az Istennek az ereje ott tud maradni az életedben. Ahogy Jézusra rá tudott jönni, egy betöltekezett állapotból át tudott váltani arra az állapotból, hogy benne megjelent az Istennek az ereje, és benne volt az Istennek az ereje. És nézzétek meg a Filippi levélben, csak hogy ezt úgy befejezni az elsőt, hogy Pál apostolnak a hozzáállását. Filippi levél, 4. fejezet. Azt mondja Pál apostol, 11. verszaktól. Nem, hogy az én szükölködésemre nézve szólnék, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, elégedett legyek. Ez a lényege. Ez a kulcs kifejezés. Hogy amikor szükségekbe vagy, legyél elégedett ember. Úgy kell élned, egy elégedett. Senki ne lássa, senkinek ne panaszkodj, senkinek ne mondjad, elégedett emberként. Nézd meg, Pál apostol azt mondja, megtanultam. Ezt tanulni kell. Azt mondja, megtanultam. Hogy bármiben, amiben vagyok, azt mondja, elégedett ember legyek. Elégedett vagyok. És nézd meg, mit mond? Tudok megaláztatni, tudok bővölködni. Azt mondja, mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jó lakással is, amikor terül-terül asztalkám van, és azt mondja, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szükölködéssel is. Hallod? Ez a kulcs kifejezés. Elégedett emberként éljél. Ne válj panaszkodó, zsörtölődő, vénasszonyos, tudod, zsörtölődésekbe, ne menjél bele, hanem elégedettség sugározzon belőled, hogy te elégedett ember vagy. Ez hozza az áttörést az életedbe.
Hidd el, áttörés fog jönni. Amen. Elégedett emberként. Hogy lássák az emberek, hogy te elégedett vagy. Azt mondja, és látod, azt mondja, tudok ezt csinálni. Amikor ennek az ideje van, átmegyek ezen úgy. Ha ilyen próba jön, átmegyek ezen úgy, elégedetten. Ha jön, ha magasságba szárnyalok fel, könnyű akkor elégedetnek lenni. Könnyű tizedet fizetni akkor, amikor mindened megvan. Tudod, mikor derül ki a tized fizetésed, vagy az adásod az Úrtól van? Most kit érdekel, hogy, mert van, aki beleköt abba a tized fizetés, tizedadás, kit érdekel? Nem ez a lényeg. Tudod, mikor derül ki, hogy te hiszel, és a hitáltal csinálod? Hogy a szükségek idején tudsz tizedet adni. Ez a hitnek. Mert amikor jól megy minden, hát adod, hát érted, tud adni az ember tizedet. De akkor, amikor nincs miből, és az embernek még az a kicsi is számít, az a 10% is számít, az az, ami megmutatja, hogy ő hitben, tehát hogy tudja, hogy mit jelent az, hogy tized, tudja, hogy hogy működik a tizednek a dolgai, igazsága, és tudja, hogy ez a működés hogy van. Amikor az emberek abba adják, akkor a tizedet, ezt az igazság gyakorlását, amikor nehézségeken mennek keresztül, tuti biztos a tized adása az embernek nem hitből volt addig. Sokan ott rontják el, amikor szükségbe keverednek, amikor anyagi nehézségek jönnek be. És azt hiszik, figyelj milyen az emberi okoskodás, azt hiszi, hogy azzal a 10%-kal előrébb fog menni. Hallod? Világi emberek, mondom, megszégyenítő ez mostanában a keresztény világra, ahol hülyeségeket beszélnek a tizedről. Hallod? Világi emberek tudják, hogy működik a tized, és tanítják világi emberek, hogy 10%-át a jövedelmednek valamilyen célra ad oda. Hallod? Világi ilyen gazdasági, pénzügyi területeken munkálkodó emberek tanítják ezt. A keresztények meg olyan becsavarodnak, és ezeket az elmúlt években, vagy évben, meg években, ugye, hogy ne csináld ezt. De tudod, miért mondják ezt ezek az emberek? Mert törvénykezésből adtak tizedet, és Istent úgy fizették, mintha mafiózó lenne, hogy védje meg őket az a 10%-kal. És azért jutnak el ide, hogy fogalmuk sincs, elvesztették azt a világosságot, ami volt ezzel az igazsággal kapcsolatban az életükben. De hát persze, hát ha te azt gondolod, hogy a 10%-kal jobban jársz, mint az, hogy Isten, ez a bővölködés, a szükségekből, hogy ki lépjen az ember a bővölködésbe, vagy a bővölködésből gazdagságba, vagy a gazdagságból, figyelj, én azt láttam, hogy szükölködésekből, sőt, még bőségből is gazdagságba azok az emberek jutottak, akik tized fizető emberek voltak. Ezt nem tudod kikerülni az életedből. Na mindegy, mondhatod azt, most én miért beszélek erről? Én csak azt szeretném, hogy jól működjön az életedbe. Ez az igazság. Mert sok hülyeséget lehet hallani ezzel kapcsolatban. Sok tévedést lehet hallani ezzel kapcsolatban. És persze jönnek annyira abnormális keresztények vannak, Ószövetséget szétválasszák az Új Szövetségtől, külön az Új Szövetséget is, a páli levelekből, meg az evangéliumban mi van leírva. Hát ezek begolyóztak. Tehát ne hallgassatok ilyen emberekre. Érted? Azt se tudják, ezek az emberek azt se tudják, mi az, hogy Biblia. Mi az, hogy teljes írás. Mi az, hogy ikletett írások. Azt se tudják, hogy működnek az Istennek az igazságai. Amikor le van írva az, hogy példaképpen estek rajtuk, a mi
tanulságunkra vannak leírva. Hát ember, ja, és persze mondják, de hát árnyék az Ószövetség. Persze, figyelj, láttál már árnyék nélküli embert? Szükség van az árnyékra. Az nem normális, ha valaminek nincs árnyéka. A valóságnak is van árnyéka. És nem szabad úgy viselkedni az árnyékkal, mintha nem létezne. Vagy ne létezett volna. Az árnyék az jó dolog. Ha van árnyékod, azt jelenti, van tested. Működsz. Mozog az árnyékod. Persze, nem az árnyékodhoz fogok beszélni. Nem az árnyékoddal akarok kapcsolatban lenni. De az hozzá tartozik. Értitek, miért abnormális dolog? Hogy az hozzá tartozik. Hát az árnyékod, az hozzá tartozik. És ha valaki el akarná venni az árnyékodat, hát az hogy néz ki? Hát az már az sötét, hogy mikor tűnik el az árnyék? Ha sötét van. Na ezért veszik el az Ószövetséget, ezért veszik el a mózesi törvényt, meg ilyen dolgokat. Nem abba élünk, nehogy már azt hitt, hogy én a törvény alá akarlak vinni téged. Dehogy is. Kegyelem alatt élünk, de az árnyékra szükség van. Ha nincs árnyék, akkor beborult az ég. Ez is hozzátartozik, és csomó igazság. És lehet, hogy ezekből az emberekből soha nem lesz Isten embere. Azért, mert azt mondta Pál apostol, a teljes írás Istentől van ihletve. Hogy Istennek az emberei tudjanak fejlődni, épülni, normálisak legyenek, taníthatóak legyenek, tudjanak Isten embereivé válni az emberek. Ez a teljes írás kell. Aki lenyisszantja, annak már nem lesz, ő már nem lesz Isten embere soha. Úgyhogy vigyázzatok ilyen emberekkel. Igenis, van szükség. Tehát miért szerinted a Mára vizénél, ami történt, azt nem kell elolvasni? Nem kell tudni, hogy működik a keserűség? Hogy jön be? Milyen igazságok vannak? Hát nem hát ami megtörtént velük, hát mi ennek az igazságait látjuk ezekben a történetekben megtörténni. Attól, hogy te új szövetségi hívő vagy, ugyanúgy belet fogsz keseredni az életbe, ha ezekre az igazságokra nem figyelsz oda. Hiába vagy új szövetségi hívő. Azért más így, nem? De visszatérve, mit mondott Pál apostol? Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Látod, mert megelégedett emberként volt, hogy amikor benne volt a szükségekbe, akkor is elégedett volt. Amikor benne volt a bővölködésbe, akkor is elégedett volt. Amikor jól lakott, akkor is elégedett volt. Amikor éhezett, elégedett volt. Amikor szükölködött, elégedett volt. Amikor bővölködött, elégedett volt. És mit mond? Mindenre van ereje, mert az erő így maradt benne, hogy a szükségek idején jól reagált abba a próbába. És Istennek az ereje ott marad az életébe. Ez így működik. És ez a Pál apostol képes volt több mint 2 évig, ugye vagy 3 évet, ugye Brüsszelbe lakni. Ja nem, Rómába. Saját albérleti szállásába. Ez, aki azt mondja, hogy nem volt pénze, szükölködött, ezt csinált, azt csináltam, azt csinált. Hát menj ki Brüsszelbe. Lakjál ott 3 évig, úgyhogy bérelsz szállást, megélsz, elélsz, és még fizeted a költségeit valaki másnak is, ahogy Pál apostol az őt őrző katonáknak. Hát akkor miről beszélünk, emberek? Azért az kell pénz. Hát 2 hétre elmész Horvátországra, szerinted? Akkor mennyi az annyi? Nem 3 évig. Csak én szeretnék nektek látást mutatni, hogy ezek az evangéliumi hősök, a hit hősei, például Pál apostol is, nem szegényen élte az életét, mint ahogy megpróbálják emberek
ráterelni hívőknek a figyelmét, hogy a szegények, te hogy szegény. Ha te akarsz szegényen élni, éljél szegényen. Ez a te dolgod. Nem? Na második. A második ugye Jézusnál az a javakhoz való hozzáállás. Ez nagyon rövid leszek, mindjárt be fogom fejezni, csak nagyon röviden. Az a javakhoz való hozzáállás. Nézd meg azt Jézusnál, hogy megmutatta neki az ördög a dicsőséget. Ha a szegénység nem működött, jött a gazdagságnak a családsága, hogy akkor ebbe buktassuk el. Istennek az ereje, ez ebből is függ, hogyha gazdag ember vagy, a hogy viszonyulsz a gazdagságodhoz, hogy viszonyulsz az anyagi javaidhoz, vagy egyáltalán a javakhoz, hogy viszonyulsz. Hogy mammonná fog válni a számodra a javak, vagy pedig megmaradnak arra azon a helyen, amik például, amire valók. Csak a tizedre visszatérve egyébként ez is, hogy mammon-e az embernek a pénz, vagy nem? Hogy le tudsz-e mondani róla, vagy nem? Ezt Isten hozta be, tehát nem emberek találták ki, nem egyház találta ki. Ez már régen, még a törvény előtt volt, de csak nem is a törvény találta ezt ki. Ez már több ezer éves gyakorlat. Ezek az igazságok. És hogy áll hozzá az ember? Kötődik? Nem kötődik? Mert igazából mindig, amikor az ember ezt megteszi, azért belül meg kell hozni a szívében egy döntést. Lemondok erről. És fáj. Azt nem mondd, hogy nem fáj. Gondold el. És az ember ebbe van benne, hogy ez is nemesíti az embert, mert a mammonból lefogsz. Tehát biztos, hogy nem, tehát Isten lesz az első helyen az életedben, és nem a mammon. És nem a pénz. Mert le kell mondani, és ez fájdalommal jár. És ez újra és újra, nem az, hogy csak egyszer, újra és újra az embernek fájdalommal jár. Megnézi, összeszámolja, kivonja, osszoroz, nem kell sokat, mert mindenki tudja, hogy mennyi az annyi a 10%-a. Nagyon leegyszerűsítette Isten, jó, hogy nem azt mondta, hogy 12,5%, vagy 8,5%, hanem azt mondta, 10. Tehát az könnyen, egy nullát, egy veszővel elég kell csak vinned, és kész is. De nagyon egyszerűvé tette. És mégis az embernek az, hogy újra és újra és újra és újra, ez nem esíti az embernek a szívét. A kötődését a pénzhez megszabadítja a szívét. Mert ez dönt, mindig dönt az ember. Összegyűjti az ember, de fel tudnám használni. Milyen megoldódna ez is ez? Igen. De akkor is. És milyen nagy, amikor meg az ember odaadja a tizedet, akkor már megkönnyebbül is azt mondja, de jó, jót csináltam. Tehát érzi az ember belül, van egy belső, tehát a Szent Szellem visszajelez, hogy oké. Na persze most lehet mondani az interneten, Georgis az mammonnak a szolgája lett. Meg ilyen hülyességeket. De tudod mit? Azért mondtam, hogy direkt mondjátok. Nagyon szerettem az Illésnek, a Illés együttesnek a számát, tudod, a jelbeszéd. Szerintem óriási szöveg, tudod, ami benne van. Na most, hogy került a csizma az asztalra? Hát más nem ért, csak az, aki jól megfigyel. Mert igazából bárki, nem, kit érdekel, nem, hogy, na, erre mondtam, ez a harmadik kísértés. Ha most kit érdekel, hogy mit mondanak, vagy fel az ember, hogy áll magához, hogy mit mondanak mások az emberről. Kit érdekel, nem? Az embernek tudnia kell,
hogy kicsoda, micsoda, mit adott neki Isten, mit végezel. Tehát nem az emberek tetszése. Ha most éppen az egész nézet, az embereknek a nézete az, hogy fúj, tized. Csak azért is a tizedről beszélek, hogy kiverje a biztosítékot. Legalább csak azok fognak hallgatni, akik tényleg akarnak hallgatni, és nem az, akik kötözködni akarnak. Ha meg a törvényre vannak kiakadva, csak azért is a törvényről fogok beszélni, csak azért, hogy kiakadjanak, hogy ne skatujázzanak be, mintha azt hinnék, hogy én beskatujázható az ember. Vagy tudod mit? Ha kegyelemről akadnak ki, tudod mit elmondok neked a kegyelemről? És ki fogsz akadni? Mert azt fogod hinni, hogy túltoltam a kegyelmet. De emberek, nem ilyen skatujás lények vagyunk. A Szent Szellemnek a szabadságában vagyunk. És ha Isten szelleme akar egy üzenetet megerősíteni, akkor ki vagyok én? Vagy ki vagy te? Hogy azt mondta, hogy ja, most erre bedugom a füleimet, mert nem akarom ezt hallani. Nem? Hát ez így működik. És nézd meg, a másodiknál, ugye amit akartam mondani, ott is elrontottak emberek. Nézd meg, Ákán lopott. A javak ott voltak a szívébe. Nézte, biztos vagyok benne, hogy azt mondta Isten, az egész Jerikót gyújtsátok föl. Mindent. És akkor látta, tehát itt értékek vannak. Ezeket felgyújtsuk. Ezt nem tehetjük meg. Nem, ezt nem engedem meg. Én magamnak tuti biztos el fogok rakni valamennyit. És látod, a rossz hozzáállás. És elment, elásta. Vagy ott van egy másik eset, most hirtelen Ananiás és Szafira is eszembe jutott. Hogy nézd meg, hogy addig látták, mindenki eladta a tel, nagyon jó, mi is csináljuk meg, jó, megcsináljuk. Oda került a pénz, akkor már számoltak. Nem kéne. Jó lenne, hogyha maradna is. Jó lenne, hogyha így. De ezt ők döntötték el, érted? Hát maradhatott volna, mondta is nekik a Péter apostol. Hát ha megmaradt nektek, nem kellett volna idehozni. De hogy kamuznak, ez volt a teljes összeg, meg így úgy, látod a pénzzel, látod a pénz az megrontja az embernek a szívét, ha rosszul viszonyul az ember a pénzhez. Ákánnak az egész családjába került ez. Gyerekestől, unokástól, mindenestől került Ákánnak. Ananiás és Szafirának az életükbe került a pénzügy. Értitek, emberek? A pénzügyek, életveszélyes ügyek. Ott van Géházi. Jött a Námán, meggyógyult, hozta töménytelen szekereket, aranyat, mindent hozott. És mondja Elizeus, menjél haza. De hát valamit fizetni. Menjél. Géházi elájult. Hát ezt nem engedhetem meg. Ezt ki kell használni. Egy rossz hozzáállás, értitek, a pénzhez. Utána ment. Mindent, ezt kell, hazudott hozzá, mindent csinált hozzá. És akkor azt mondja neki Elizeus, hát Géházi, hát te őrült vagy. Hát azt hiszed, hogy Isten szellem ezt nem látja. Nem tudta, mit csinálsz. De meg fogod kapni a Námánnak a poklosságát is. Nem csak a vagyonát, hanem a poklosságát is. És nem csak te, hanem aki csak él. A gyerekeid, mindenki, ez fog végigkísérni. Az anyagi javakhoz való rossz hozzáállás. Értek, nem a pénzzel van a gond, nehogy azt hidd. Én nem arról beszélek neked, hanem a rossz hozzáállás a pénzhez. És amikor az ördög akart pénzt adni Jézusnak, Jézus azt mondta, nem kérem. Érted? Hogy nem minden pénz áldás. Ez nem úgy működik, hogy megyünk betörni, Uram, áldj meg. Hallottam ilyen történeteket, hogy jól sikerüljön, ne bukjunk le,
minden jól sikerüljön. Hát emberek, ez nem áldás. Ez amikor az ördög akar pénzt adni neked, azt ne fogadd el, azt utasítsd el. Az attól nem lesz áldás az életedben, az Isten szellem el fog kerülni téged. Van jó pénz, és van rossz pénz. Mármint minden pénz jó, csak van, hogy rosszul kerül hozzád. Az ördögnek az útja, ahogy hozzád kerül. És van, amikor Istennek az útja, ahogy hozzád kerül. De ez a pénz szerelme. Hát szerinted, Bálám, miben veszített el az elhívását? Na jó, Bálámnak nem is volt elhívása. Valami megnyilvánult. De ott a pénznek a szerelme, az neki az életébe került a pénz szerelme. Mert belekerült egy olyan konfliktusba, amiben nem kellett volna. Eljött a Moábnak, a királyának a követe, és megajánlottak neki összegeket. Először elutasította, azért tetszett neki. Még többet ajánlottak, tudod, mint Donald Kacsának a Dagobert bácsinak a szemei előtt dollárjelek. Már akkor nem gondolkozik az ember, csak ezt látja. És ezt rontotta el ugye a Bálám, hogy a díjfizetés olyan díjat vett föl, amit nem kellett volna. És ez az életébe kerül. Mert nem mindegy, hogy hogyan jön. Az ördög meg fog kísérteni téged is, engem is. De itt az a kérdés, hogy tudsz-e megállni vele szembe? Most nem tudom, hogy így mondjam-e, volt olyan évekkel, évtizedekkel ezelőtt, tudod, rendszergazdaként dolgoztam, és jött a egyik megkeresés, havi 1 millió forint, akkoriban, 2000-es évek elején. Akkor volt az, hogy Ceglédre elkezdtem lejárni 2003 körül. Mondja, 1 millió forintos fizetés. Ú, mondom, megoldódik minden problémánk. Lesz BMW-m, lesz ez, lesz az. Mondja, hogy szervereket kell tárolni, meg tudod, a szervereket kell csinálni, meg különböző dolgokat. Aha, és mit kell csinálni? Hát pornográf szerverek. Hát mondom, hogy néz az ki, hogy jön a pásztor Gyülibe BMW-vel. Aztán próbált megnyugtatni, hogy semmi állatos, meg semmi gyerek, meg ilyenek. Mondom, kösz, nekem már ez is elég volt. Mondta, hogy abban nincs semmi. Hát nekem igen. Tehát érted? Aztán ti értetek, lemondtam erről. Na jó, első az Úr miatt, de azért benne volt az, hogy érted, tehát nem akarok botránykő lenni Izrael között, vagyis a Isten népe között, és ugye ilyenekre is oda kell figyelni. Meg ilyenkor, amikor az ördög megajánlja, tudod mi jön utána? Akkor tényleg Isten megoldja. Mindig az ördög akkor próbálkozik, ez mindig így van, társválasztástól kezdve, egy csomó mindenen, anyagi javakban, mindenben. Mindig az ördög előtte megpróbálja. Hát Jézusnak is nem az volt, hogy Isten meg akarta neki adni a világnak a dicsőségét, gazdagságát, a világ fölötti uralmat. Hát nem ezért jött Jézus? De! Csak az ördög megkínálta előtte, hogy na most tőlem el, gyere, én megadom neked, nem kell szenvedned, nem kell ezt csinálnod, nem kell nehézségeken átmenni, nem kell, hogy a jellempróbálások legyenek, meg próbák, így megadom neked, ahogy vagy. És sok ember elfogadja így az ördögtől, és tönkre mennek. És hiába gazdagok, de kiégettek, elunták, már nem tudnak mit csinálni. Boldogtalan házasságban élnek, váltják a nőket, partnereket, nőket, ki tudja kiket. Hát most már ki tudja. És ez boldog élet? Ez a dolce vita?
Az, hogy gazdag emberek egymással versenyeznek, meglátja a szomszédnak, jaj, vett egy új autót, nekünk is kell. Nehogy már lemaradjunk. Nehogy már lemaradjunk róla. Nekünk is kell venni. Mert erről szól már utána. Már nem arról szól, hogy élvezd azt, amit van, meg boldog legyél, hanem mi van a másiknak, ha neki van egy jachtja, egy vitorlása, mi az, hogy neked nincs a Balatonon egy vitorlásod? Lemaradtál. Ne érts félre, legyen. Érted? Én nem erről beszélek, csak maradj normális ember. Tehát legyen, növekedj, fejlődj a bővölködésből, menj át a gazdagságba. Mert ezért váltott meg Jézus Krisztus, hogy ő azért lett szegény, hogy gazdagok legyünk. De nem mindegy, hogy ezen az úton, az anyagi területen kivezeti a léptedet. Az ördög, vagy Isten? Vagy azzal az időzítéssel mész, amit az Isten ad, ő nyit meg előtted ajtókat, kapukat, ismeretségi köröket, vagy az ördög? Mert az egyikben megromlasz, a másikban normális, egészséges, épp ember maradsz. És ez a nem mindegy. És a harmadik kísértés, csak hogy rövid, most már nagyon rövidnek kell legyek, hogy amikor ugye vesd le magad, hogy lássák az emberek, hogy mindenki elámulj azt, amilyen... De figyeljetek, most tudom, hogy kapkodok, mert gyorsan kell beszélnem. Figyelj, minden ember vágyik az elismerésre. És ember az az első, hogy a feleséged ismerjen el téged. A férjed ismerjen el téged. Itt kezdődik, érted? Apád, anyád ismerjen el téged. Akkor nem fogsz vágyni emberek elismerésére, emberek szeretetére. Tudod, hogyha apukád szeret, mondja, hogy szeretlek, érted? Nem az lesz, hogy jön az első, jött, ment, azt mondja, szeretlek, és te már mindent odaadsz neki. Mert de jó, végre szeret valaki. Ez az önértékelés, érted? Hogy tehát itt Jézusnál is, hogy nem fogok leugrani azért, hogy mindenki ámuljon, bámuljon, hogy jaj, de nagy fantasztikus ez a Jézus. Én meg a dicsőségbe fürdök, dicsőség felhőbe fürdök, de nagy ez azt a... Milyen nagy ász vagyok. Én vagyok a legjobb. Hát ember, ez az embernek az önértékelését egyébként ebben is meg kell. Amikor azt mondja Pál apostol, a világ nemteleneit hívta el. Tudod miért? Tudod miért durva ez, hogy működik az elhívás? És persze, ne értsetek félre, én szeretném, hogyha... Tehát felső rétegek, politikusok, gazdasági emberek, vállalkozók, nagyhatalmú emberek megtérenek, megismernék Jézus Krisztust, befogadják őt a szívükbe, örök életük legyen. De tudjátok sokszor, miért az van, amit Pál apostol mondott a korintusi levélben? Mert amikor azt mondja, hogy a világ bolondjait választotta ki Isten, akkor nem azért mondja, mert csak ilyen emberek térnek meg, hanem aki nagy filozófus, okos, diplomás, meg ez az amaz, az odáig van ezért. Értitek? Hogy nem tudnak megtérni azért, mert odáig vannak azért a pozíció, hogy én vagyok az igazgató. Magyarországon a cég igazgatója vagyok. És ezzel azonosítja magát. Én vagyok az európai igazgató. Ti már senkik nem vagytok hozzám képes. Ti csak egyszerű erőforrások vagytok. Így állnak hozzá emberek. Voltam egy, be kellett állítani igazgatóknak, a vállalkozók, igazgatóknak egy ilyen számítógépes dolgait be kellett állítanom. És ugye ott kellett maradni, mert a nagy igazgatók, meg a számítás nélküli igazgató sem tudta, hogy kell a prezentációba előre menni. Ez kellett a rendszergazda. Komoly, ez megtörtént velem. És hallom, hogy az emberek úgy beszéltek, és a rabszolgatelepeket kell csinálni, itt csinálunk rabszolgatelepeket, ott csinálunk rabszolgatelepeket, jó,
Hát most már értem, hogy miért nem tudnak megtérni ezek az emberek. Mert ezek azt hiszik, hogy übermencsek. Csak amikor meghalnak, akkor döbbennek majd rá, hogy oktalan állatokhoz van a végük. Ahogy mondja a Prédikátor könyve. És amikor az ember meg tud alászkodni, és ilyenkor kegyelem, amikor olyan emberek, akik gazdagok, szépek, most ne értsetek félre, csak hogy ugye, amit mond Pál apostol, hogy nemtelen, bolondok, erőtlenek, és a többi, akik nem ilyenek, hanem gazdagok, szépek, erősek, egészségesek, és a többi. Tudod, mikor tudnak megtérni? Amikor egy krak bejön az életükbe, és hát ha ad Isten egy olyan lehetőséget, hogy ebből a csillogás-villogásból kijózanodjanak, valahogy egy valami éri őket. Én nem kívánom, ne érts félre, csak azt, hogy belássák és meglássák, hogy ők ugyanolyan egyszerű emberek, mint mindenki más. És Jézus nem ment ebbe bele, hogy ugorj le, és adunk neked dicsőséget, királlyát teszünk téged. Emlékeztek, amikor megszaporította a kenyereket? Jézus, te leszel a királyunk. Úgy elmenekült Jézus ilyenkor ettől az egésztől. Miért? Mert normális ember akart maradni. Érted? De amikor el vannak rugaszkodva az emberek, esély nincs arra, hogy megtérjenek. És mi az? Oké, 70-80 évig, persze, kívánom, ne érts félre, legyen jacht, legyen luxusutazás, járják be a világot, legyen pénzük, legyen még tartalékpénzük is, annál is több, és még a dédunokáik is, meg az ükunokáik, meg azoknak az unokái is még abból éljenek, tehát legyen annyi, legyen sok pénzük, nyugodtan. De viszont, amikor elválasztódnak az emberektől, és ugye ebből volt is, abból a szempontból botrány, média botrány, hogy hát minden nőnek ilyen gyűrűt kéne kapni, nem tudom, ismerőse, a Valentin napon, és igen, minden nőnek, de viszont, ha megnézed azt, hogy ki vagy te emberileg, nem vagy több. Viszont a megtérésre minden embernek szüksége van. És a nemtelenek, mármint nem a LMBTQ-s nemtelenek, hanem a Pál apostol szerint, tehát a nemes, tehát a nem nemesek, a bolondság, és a többi, és bolondok, meg tudod, az Úrért, meg ilyenek. Tehát azért tudnak megtérni, mert ők senkinek látják magukat, és tudják látni magukat, akkor is, hogyha igazgatók, akkor is, hogyha gazdag emberek, akkor is, hogyha tulajdonosok, akkor is, hogyha tehát tudják látni magukat Isten szemében, hogy mi igazából mi senkik vagyunk. És becsapás az, amikor azt hiszük, hogy valakik vagyunk. És ezt ne csináljuk meg újjászületett keresztényként, ne legyen tehát ilyen elitizmus. Nem? Hát sok embert láttam, egy normális hívők elmennek teológiát tanulni, és olyan elitista gondolkozásuk lesz. Azt nézed, mi baja van ennek az embernek? Még a múltkor normális volt. Mert valaki úgy gondolja, hogy hát ember, te anélkül is ember vagy, anélkül is szeret az Úr. De persze csináld meg, ne érts félre. Tehát legyél 5 diplomás, 100 diplomás, tehát, de nem ettől leszel valaki. Jézus ezt tudta kezelni. Jézus nem kísértette ezt meg, hogy majd elismernek. És én egy bizonyos körhöz tartozok, és ti oda nem tartoztok, de én igen. Én más vagyok, mint ti. Ez a harmadik kísértés, amikor az embernek a személyiségét teszi tönkre, akarja tönkretenni az ördög. És ebben nem engedett Jézus. Hát nézd meg, mert miért? Mert nézd meg, csak befejezésül a Ézsaiás
könyvének a 14. fejezetéhez, ha lapozok. Mert ez már, azért, mert ez már lejárt lemez. Tudod, amikor még a Föld, még az ember teremtése előtti lejárt lemez ez. Azt mondja az Ézsaiás 14. Azt mondja, 12. verszaktól. Miként estél alá az égből fényes csillag, hajnal fia, levágattál a földre, aki a népeken tapostál. Tehát itt ugye tudjuk, hogy a sátánról van szó, vagyis Luciferről, mielőtt fellázadt volna. Ő volt valaki, és azonosult ezzel a valakivel. Tökéletes, bölcsességgel, szépséggel, drágaságokkal, drágakövekkel. Ő végigcsinálta, emberek. Ez nem új dolog. Ő végigcsinálta ezt. És azt mondja, megkérdezi tőle Isten, te hogy estél le a földre? Te hogy lettél kivágva a mennyből? Hogy rúgtak ki onnan páros lábban? Azt mondja, miként estél le az égből? Na miért volt ez az esés? Azért, mert azt mondtad a szívedben, felmegyek az égbe. Tehát, hogy nem elég az ember, nem elégedett az ember. Felmegyek, leszek valaki. Jézus nem volt hajlandó leugrani, hogy legyen valaki. Ő meg azt mondja, leszek valaki, felmegyek oda az égbe, és leszek valaki. Azt mondja, az Isten csillagai fölé helyezem az ülő székemet. Én jobb vagyok, mint ti. A végén annyira, tudjátok, hogy keverednek ilyen lázadásokba az emberek? Először a testvéri kapcsolatokban mondják azt, hogy hát én jobb vagyok, mint ő, meg ő, meg ő, meg ő, meg ilyenek. Aztán utána azt képzeli, hogy ő már jobb a vezetőnél is, jobb ennél, jobb annál, jobb mindenkinél. Ahogy a sátán is csak egy, vagyis a Lucifer is egy angyal volt, oké. Nagyon nagy megbízatása volt, de ő ugyanúgy egy csillag volt. És erre azt mondja, az ég csillagai fölé teszem. Tehát a többinél többnek látta magát. És a következő lépés már csak az Isten volt. És azt is megjátszotta. De akkor már bekattant. És azt mondja, fölé helyezem az ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Fölébük hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. Tehát ez volt a sátának a célja, és így mondja, hogy fölé akart menni minden felhőknek, és Istenhez hasonló legyen. Ezzel kísértette meg az embereket is. Olyanok lesztek, mint Isten. És mi pedig a teremtésünkből fakadóan vagyunk hasonlatosak az Istenhez. Az ördög neki nem ilyen. Azért nagyon haragszik az emberekre, mert ő soha nem tud olyan lenni, mint mi. Soha nem tud. És mégis úgy kísértette meg, és sajnos bevált neki, hogy olyanok lesztek, mint Isten. Megdöbbentő ez. És igen. Hát itt nem akarok belemenni még egyéb dolgokba, de egyébként abnormális emberek, tehát sorozatgyilkosoktól kezdve egy csomó minden, hát ott jön be, hogy ő istenként rendelkezik emberi életekről. De ez már abnormális. Tehát az Isten, amikor elhív embereket, meg megtérnek emberek, akkor az emberek, ezért nagyon fontos emberek az Isten félelem, és ezért nagyon fontos az, hogy meg tudjuk alázni magunkat, és egymás előtt is. Nem azt mondom, hogy te roma vagy, és akkor én most, te mi vagy? Hát csak egy kis, érted, tehát ilyen kisebbségi vagy. Nem? Hogy az egyik felsőbbrendű, alsóbbrendű, meg miről beszélünk? Hát érted, Istennek a teremtménye vagy. És mindenki Istennek a teremtménye. És ezért kell alázat, hogy az ember annak lássa magát, akinek Isten látja, és nem annak, akinek önmaga akarja látni. És ezért mondtam nektek azt,
hogy amikor túltolják a kegyelmet, és ilyen hiperkegyelem, meg ilyen dolgok, nem tudnak mit kezdeni az Isten félelemmel. Magyarázkodnak, de az nem az Isten félelem. Mert tudod, mi a problémájuk? És az, hogy nekünk ne legyen ilyen problémánk, az az, hogy amikor meglátod Istennek ezt a végtelen jóságát, és ez így van, hogy tényleg Isten apa, és tényleg gyermekei vagyunk, és ez az abszolút, ez a személy, ez ennyire jó, ennyire fantasztikus, ennyire tökéletes, ennyire szeret, hallod, megromolsz, ha nincs benned félelem, egy tisztelettel, csodálattal teli félelem Istennel kapcsolatban, ez megront téged, ez a jóság. Tudod miért? Mert mi nem vagyunk jók. Mert bennünk van gonosz, bennünk van bűn. És ez a jó, ez az abszolút jónak a közelsége, ez elkanászosít bennünket. Hány ember volt olyan, tudod, először tudod, nagy tisztelettel, Georgis, te jó, jöhetek ide, és biztos vagyok benne, hogy sok gyülekezetben ez van, hogy a vezetőhöz való tisztelet, és a többi, te nagy dolog, azta, én támogatni foglak téged, és a többi, és a többi. És amikor oda kerül az ember közelségébe, megromlik. Megromlik. Túl közel kerül, és ha ő nem változik, akkor őt meg fogja rontani. Az az isteni valami, ami meg ott van embereknek az életében, vagy vezetőknek, vagy olyan embereknek az életében, az megrontja. És óhatatlanul előbb-utóbb szétválása vége. Óhatatlanul. De ugyanígy van Istennel kapcsolatban is, hogy van bennünk, tehát mindig meg kell tartani egymás felé is egy tiszteletet. Érted? De az alázat miatt van tisztelet az emberbe. És ezt egymás között is, a testvéri kapcsolatokban is. Az, mert az egyik igazgató, a másik meg segédmunkás, ettől testvéri kapcsolatban vagyunk. Az egyiknek tehát alázatban kell maradnia, a másiknak ugyanúgy a tiszteletet is ki kell mutatni. Még csak egyet. Isten, most akármilyen nagy ember vagy, mondjuk. Isten, ahhoz, hogy foglalkozzon veled, azt olvassuk a Zsoltárok könyvébe, hogy ő magát megalázva tekint szét az emberek fiaira. Hallod? Istennek meg kell magát aláznia, hogy veled és velem foglalkozzon egyáltalán. Csak az, hogy ránk, nem hogy foglalkozzon, ha csak ránk nézzen. Már erre meg kell magát aláznia. Mi meg úgy viselkedünk, mintha nem tudom, milyen emberek lennénk. Hallod? Nekünk is meg kell tanulni az alázatosságot, és a tiszteletet megadni egymásnak. És a kenet, az Istennek az ereje, az így fog megmaradni az életünkben. Amen? Ezt kívánom nektek az életetekbe, hogy Istennek az ereje, az munkálkodjon az életetekbe, és ezt a három próbában, a szükségeknek, az anyagi javaknak, és a személyeteknek, vagy a személyünk, tehát hogy így egybe, tehát a személyünkben, hogy megfelelő módon alázatban és tiszteletben tudjuk látni egymást. És ez volt az, ami Jézust úgy hozta ki a pusztából, hogy azt olvassuk, Istennek, a szellemének az erejével tért vissza Jézus a pusztából. Megmaradt normális embernek, megmaradt annak az embernek, akit nem tudott a pénz, a hatalom, a szükségek megrontani, eltorzítani, és tudott segíteni, így tudott segíteni másoknak is a benne levő Szent Szellem által, vagy az Isten ereje által, ami rákerült az életébe. Köszönöm a figyelmeteket, köszönöm, hogy itt vagytok. És dicsőség az Úrnak. Dicsőség az